Szevasztok srácok, ez itt újra az Építs Fel, és elérkeztünk egy újabb heti LEGO hírekhez. A mai adásban szó lesz vadonatúj Disney-s készletekről, érkezett egy új Star Wars-os készlet is, és úgy néz ki, hogy hát egy pici időre ismét visszatér a kalózos termékcsalád. Vágjunk is bele! Tegnap a LEGO hivatalosan bejelentette a vadonatúj Disney-s készleteit, amikről azért már érkeztek pletykák, de most már végre vannak hivatalos információk is ezekkel a készletekkel kapcsolatban. Először is itt van ez a 3-1-ben elvarázsolt kastély nevezetű dupló készlet, szóval itt figyeljetek oda, nem egy sima LEGO szetről van szó, hanem egy dupló készlet a kisebbeknek, ez egy 160 darabos, 3 pluszos szet, amely 40.000 forintba fog kerülni, és majd április 4-én jelenik meg. Következő készletünk ismét a kisebbeket targetálja, mégpedig ez a Disney ünnepi vonat 17.000 forintba fog kerülni, április 1-je a megjelenés, és 200 darabos készletről van szó. Erről már volt szó néhány héttel ezelőtti heti LEGO hírekben, viszont akkor még pontos árakat nem tudtunk, csak ugyanúgy, mint a következő Fel című készletről is most már hivatalos információk vannak. Ez a 43217-es Felház nevezetű készlet, 598 darabos, 21.000 forintba fog kerülni, és majd április 1-én érkezik a polcokra. A minifigurákra nagyon figyeljetek oda, hiszen azok egészen jól sikerültek, és amikor már minifigurákról van szó, május 1-ével érkeznek a vadonatúj minifigura zacseszok, mégpedig Disney-s témakörben, ugye a 100. évfordulóját ünnepli a Disney, és ennek keretén belül a LEGO ki fog adni egy újabb Disney-s gyűjthető minifigura csapatot, amely összesen 1590 forintba fog kerülni, és ez a 71038-as felhozatal, amikben azért egészen jó kis minifigurák lesznek, hiszen itt van Mickey Egér a varázsló tanonc, itt van Pinocchio, Tücsök Tihamér, a királynő, a hófehérke és a hét törpéből, itt van Stitch, Pocahontas, Szörnyeradó de Frász és egy dalmatakutya, Miguel és Dante, Ernesto de la Cruz, Oswald, a szerencsés nyúl, Robin Hood, itt lesz John Herceg, Tiana, Dr. Facilier, Szívek királynője Mulan, Csipke Rózsika és még Baymax-et is össze tudjuk gyűjteni ebből a csomagból, úgyhogy hát én eléggé kíváncsi vagyok erre a felhozatalra. Már csak azért is, mert rengeteg egyedi készítésű minifigura van ezekben a csomagokban általában, és ismét egy Disney tematikával foglalkozót kapunk, hiszen ugye már régebben is jelentek, azt hiszem ez már a harmadik lesz, amilyen tematikával jelenik meg gyűjthető csomagokon belül, és olyanok vannak benne, amiket ezelőtt még nem láthattunk. Kíváncsi vagyok rá, május 1-én már be is lehet őket szerezni. Ezen kívül volt még egy meglepetés bejelentés is, amire igazából egyáltalán nem számítottam, sőt ez annyira meglepetés bejelentés, hogy ezt a készletet, amit mindjárt mutatok nektek, már elő is tudjátok rendelni, hogyha biztos be szeretnétek szerezni időben, akkor figyeljetek oda. Ez a készlet nem más, mint az Executor Supercsillag romboló nevezetű készlet, aminek először csak így a képeit láttam, nem láttam a doboz számot meg a darab számát sem, és azt hittem, hogy egy hatalmas nagy készletet fogunk kapni, egy ilyen UCS készletnek az újra gondolt változatát, de nem. Nem egy hatalmas szetről van szó, ez egy 75-356-os, 630 darabos készlet. Attól függetlenül, hogy nem egy nagy darabszámú szetről van szó, azért a méreteit elég jól eltalálták, hiszen azért 45 cm hosszú lesz majd ez a szuper csillagromboló. Kíváncsi vagyok rá, mindenféleképpen be lesz majd mutatva a csatornán, és egyébként május 1-én fog megérkezni ez a készlet, 28.990 forintba fog kerülni majd. Ha mostanában Billund közelében jártok, akkor van egy nagyon nagy meglepetésem számotokra, mégpedig az, hogy ismét megjelent egy limitált kiadású, csak Billundban megvásárolható LEGO készlet. Ugye Billundban van a LEGO-nak a főhadiszállása, és időközönként kiszoktak adni olyan készleteket, amiket csak ott lehet megvásárolni, és ebben az esetben egy olyan készletet adtak ki, ami a mi szívünk számára, legalábbis az én szívem számára tuti nagyon kedves. A kalózos témát elérintették egy kicsit újra fel, látjátok itt a képet, ez a 40504-es Minifigure Tribute nevezetű készlet, amiben lényegében egy ilyen minifigurát megaméretben kell összeépíteni, ami nagyon hasonlít egy pár évvel ezelőtt megjelent Harry Potteres készletre, ugye ott Harry Pottert és Hermione Grangert kellett összeépíteni. Hát szerintem hasonló méretarányban, mint ezt a kalózt is. Szerintem az építési folyamat nagyon hasonló lesz, és azért nézzétek meg, mennyire részletesen ki van ez dolgozva, aki szereti az ilyen stílusú készleteket, és akik szeretik a kalózó szetteket, azok szerintem figyeljenek oda rá, hiszen annyira azért nem is lesz vészes az ára, vagyis hát már nem annyira vészes az ára, hiszen március 1-től ez a készlet már elérhető, és 599 dán koronába kerül, ami nagyjából 30.000 forint környékére jön ki, és 1041
darabos készletről van szó, és egyébként ez a negyedik darabja ennek a speciális limitált kiadású készleteknek, hiszen hogyha megfordítjuk a dobozt, akkor látjátok ti is rajta, hogy például ott volt az a kacsás verzió, az volt a legelső verzió, aztán volt a fröccsöntőgép, aztán volt egy ilyen kis tribut a egyik Master Buildernek, és végül itt van ez a minifigurás kis verzió, ami egyébként a 45. évfordulóját ünnepi a minifiguráknak, hiszen 1978-ban mutatkozott be a már jól ismert LEGO minifigura, és hát gondolom ezért is adták ki ezt a kalózos verziót. Az elmúlt két hétben összesen 6 darab ötlet ért el a 10.000 szavazatot a LEGO Ideas oldalán, ugye előző héten nem volt LEGO hírek, mert eléggé beteg voltam, meg igazából olyan sok minden nem is történt akkor, úgyhogy sokról nem maradtunk le, viszont akkor is voltak LEGO Ideas-os 10.000-es ötleteink. Először is itt van ez a Brickester által feltöltött E.T. ötlete, ami lényegében egy LEGO Artos készlet, látjátok, egy ilyen kis képről van szó, amit simán keretbe lehet foglalni, akik szeretik ezt a filmet, azok szerintem biztos örülnének neki. Következő készletünk ez a Mind the Brick által feltöltött Legoland Central Station, lényegében egy pályaudvart kapunk, elég részletesen kidolgozva, hát modulális szerű az épület, bár ugye nem lehet kifejezetten kijelenteni, hogy ez egy modulális épület, de gyanítok, hogy hát ez se fogja megszavazni a LEGO. Aztán van egy nagyon érdekes, a Hooded Blaze által feltöltött Portal 2-es Quantum fegyvere, a Portal Gun. Ezt lehetne összeépíteni ebből az ötletből, szerintem ez egy igazán jó kis verzió, már csak azért is, mert eléggé nagy a rajongóbázis annak a videójátéknak, bár ugye nem mai videójátékról van szó, de szerintem ez a Portal Gun egészen remekül sikerült. Vajon mekkora méretekkel rendelkezik ez? 33 cm hosszú, szóval egyáltalán nem kicsi ez a verzió. A következő ötletünk egy eléggé vicces alkotás, mi pedig Tall Guy Bricks által feltöltve egy multitoolt kapnánk. Ha láttatok már svájci picskát, itt van a LEGO megfelelője. Nem kés van és hozzátartozó kiegészítők vannak elrejtve ebben a verzióban, hanem a LEGO-zással kapcsolatos kis meglepetések vannak. Egy nagyon hasonló kis tokba beleépítve természetesen a LEGO logóval is az oldalán. Egészen ötletesre sikerült. Következő alkotásunk ez a Rock the Brick által feltöltött Iliani Family House, ami elméletileg, hol is volt, egy litván modern stílusú épületet kapunk, tehát ha Litvániában jártok, akkor nagy valószínűséggel ilyen épületekkel is találkozhattok. És végül, de nem utolsó sorban, itt van egy youtuber ötlete, ismét egy kicsit csalásnak érzékelem, hiszen itt van Holian Filmnek a Monster Inc.-es ötlete, ez a szörnyertés ötlete, amiből lényegében Boo-nak az ajtaját tudnánk összeépíteni, természetesen a főszereplőket is megkapnánk ebből a készletből, viszont ez nem csak egy ajtóból áll, hiszen azért ez eléggé snasz lenne, a belsejét azért egészen jól kidolgozták, különböző jeleneteket ábrázol a filmnek, és a mesének a különböző jeleneteit mutatja be, itt van az éttermes jelenet, aztán itt van Grabowskinak például az apartman része is, úgyhogy szerintem egészen jól ki van dolgozva, és itt a legfelső részen még van az a kis csúszda, ahol az a rengeteg ajtó is szánkázik lefele, úgyhogy van ismét egészen sok ideás ötletünk. Ha fölnézzünk a LEGO-nak az oldalára, az akciók és ajánlatok fül alatt látható, hogy van egy kis újabb ajándék, ha 69.000 forint felett vásároltok bármilyen LEGO terméket, akkor megkapjátok ezt a kis költöztető kocsit, hát egészen magas határérték van. Viszont azt se felejtsétek el, hogy most már nagyon itt van a küszöbön az új gyűrűkurás készlet, hogyha VIP tagok vagytok, akkor 5-től 7-ig hamarabb meg tudjátok vásárolni ezt a készletet, és még egy Brickheads-es ajándékkészletet is adnak majd mellé. Viszont, hogyha ti a LEGO Store Budapestnél szeretnétek vásárolni, akkor igazából náluk is ugyanúgy be tudjátok szerezni ezt a költöztetős ajándékcsomagot, náluk is ugyanúgy 69.000 forint a határérték, és akkor megkaphatjátok ezt a kis furgont. Na de az elmúlt néhány napban a csatornán is volt rengeteg videó, hiszen az előző héten kimentek a technik készleteknek, a március 1-én megjelenő technik készleteknek az eleje. Még akkor ki akartam adni ezt a repülősödést, de sajnos megbetegedtem, úgyhogy nem bírtam elkészíteni, de ezt tegnap meg tudtátok nézni, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok arra a vadonatúj márciusi repcsire, fönt a sarokban meg tudjátok nézni, de természetesen ott vannak a régebbi márciusi szettek is, hiszen először kezdődött ezzel a Ford GT-vel, aztán a többi már ide sem fért, ugye volt a Batman-es motor. Nézzétek meg, mert egészen jól sikerült, és végre egy motort kaptunk, amit nem olyan sűrűn szokott kiadni a LEGO, és volt egy NASCAR-os autó, ennél azért jóval kisebb kiadásban, de azért viszonylag az is egészen jól ki volt dolgozva, fönt a sarokban azt is meg tudjátok nézni, és ezen kívül még volt egy teljesen más adás, elnéztem egy autósóra, ellátogattam itt Miami-ban egy autósóra, és hát abból is készítettem egy extra adást, hiszen szerettétek volna látni, úgyhogy fönt a sarokban meg tudjátok azt is nézni.
És hát ezzel a srácok el is érkeztünk a videó végére, ha tetszett, amit láttatok, akkor a lájkokat ne felejtsétek el, ha esetleg még nem lennétek feliratkozva, akkor tudjátok, hogy mi a teendő, mi pedig találkozunk a következő epizódban. Szevasztok!